Sziasztok, üdvözletem minden, Kun Szent Mártonról. Ismét egy vonalbejárós videó lesz majd, mégpedig a már megszűnt Delta vágány fogom bejárni, amennyire lehetsége. Ezért itt áll ezzel a vonattal jöttem idáig Szentesről, és nem semmi, hogy négy részes bézékígyó. És hát szerintem keresztre várunk, mert még mindig nem ment ki. És látjátok, ez Kun Szent Márton állomás. Van, azt mondja, hogy négy vágány, ez biztos, és egyébként a rakodót azt még 3 éve használták, mikor az autópályát építették, akkor innen is hordtak el köveket, meg ugye hordtak ide vonattal. És egyébként az autópálya is arra fele van, ugye az M44-es, hogy aztán Tiszaugig, vagy ott körül épült meg, ugye a Tiszaugnál még épül a híd, és nemrég az elmúlt pár napban adták át a Kondoros-Békés Csaba szakaszt is, viszont az utolsó része, ami Kecskemétig tart lakitelektől, az még azért most is épül. És hát haladunk, és a Delta vágány pedig arrafele van. Ugye itt két vasútvonal találkozik, a 130-as meg a 146-os. És a kettő között is volt egy összekötő vágány. És itt van az utcafronti része az állomásnak. Egyébként egész szépen néz ki, meg ugye látszólag rendben is van rakva. Ugye itt van egy buszmegálló, ott előtte egy ilyen régi ilyen szocialista esőbeállóval, és ott van a B+-szel parkoló, meg mellette pedig a rakodó. És látjátok, itt van a rakodóvágány. Valószínűleg itt volt egyébként a gyárúraktár is, nekem legalábbis nagyon-nagyon gyanús, csak azt már elbontották, valószínűleg ez a régi fa áruraktár lehetett. És haladunk tovább, és egy másik átjárónál egy kézi sorompó van. De kerülés, most ott van a bakterháza, honnan kezelik. Haladjunk tovább. Itt egy teljesen felújított gyalogos, meg biciklis átjáró. Még van kincs több tábla is, viszont igen, itt nem kapott külön sorompót a járda, viszont tehát akkor teljesen felújítva itt minden, a táblákat is kicserélték. És ugye itt van a régi kados sorompó. A régi zétre csengővel. És ott van az őrhely, meg az állomásnak a vége. Egyébként a következő megállóhely az Kungyalu, errefele. A 146-os vasútvonalon pedig Szelevény. És ez még mindig a 130-as vonal. Az elágazás az csak később van, viszont itt megy a 44-es főút felett, itt külön szintű átvezetése van. Hát ez itt a 44-es főút, az autópálya pedig egy picivel arrébb van. Viszont itt a Kötös híd, ez viszont már vasúti. Igen, egyébként eddig itt be lehetett jönni ezen az úton, de innen most már itt mellette kell menni a sineken. És hát ott mellette úgy látom van út, és hát itt van egy alakjelző, egyébként itt a híd után van valahol az elágazás, ahol ugye a 146-os vasútvonal kiágazik, szóval ott van egy nyílt vonali elágazás, ahol ki lehet menni Szelevény, mert Tiszaú meg lakitelek felé. Meg egyenesen tovább a 130-ason. És bizony az alakjelző valószínűleg már azt fedezi. Tehát ott valószínűleg van egy bakterház, ahol szolgálat is van. Közben sikerült eljutni a másik oldalra, ugye a Kötös hídon túl, és ott van arra, az már szerintem a M44-esnek a hídja. Igen, ott megy az autópálya mellettünk. Bizony, itt van az elágazás. Arrafele megy lakitelek fel a 146-os. Itt az úgymond fővonal a 130-as, és ott van az őrhely, ahol az elágazás van. Ott vettem fel előbb az úgyit. És itt meg van egy kados sorompós átjáró. És a Delta vágány pedig itt a kettő között lesz valahol, de itt el kell menni itt a sinek mellett, tehát itt lehet elmenni, viszont megtudtam, és nem fog jönni semmi, úgyhogy most már bátran mehetünk.
Az M44-es autópálya környékén lesz majd a kiágazás, hogyha jól néztem a térképet, de itt a kettő között lesz a delta, és azt hallottam most, hogy még lehet, hogy sinek is vannak letéve, sőt, még ki is van pucolva. Mert lehet, hogy van valami tervük vele, vagy csak lett volna a kőszállításnál, mondjuk nyílt vonali kirakó, aztán végül meggondolták magukat, ezt ezzel erről pontos információ nincsen, de megyek és megnézem, viszont miközben a vágányok mellett, vagy a vágányokon megyek, akkor a videózást a szüneteltetni fogom, sőt nem is a vágányokon, hanem mellette megyek. Ez így, ez ne felejtsük el, az üzemelővonal. Attól még, hogy most nem jár vonat, biztonságosabb mellette menni. Akkor itt a következő átjárónál, ott az M44-es, ott az új ködös híd, és bizony itt a 130-as is. Ott már látszik a delta vágány is. Itt lehet menni, viszont a valós a kiágazása pedig ott lesz majd az autópálya előtt. Tehát ott, ahol látszik a felüljáró, na ott előtte van a kiágazás. És maga a kiágazás itt volt, a felüljárótól egy picit ide. És hát itt már viszont nem volt gazolva, azt tudja, ez már a védőcsonka. Hát itt még megvannak a sinek, de eddig, és viszont innen a kiágazást viszont kibontották, de ezek szerint a deltában a sineket meghagyták valóban. De egyébként valószínűleg egyébként praktikus oka volt kibontani, hogy ne kelljen 15-en lassítani a vonatoknak, mert ugye, hogyha nem bontják ki, akkor itt az őrizetlen váltó miatt a nyilas táblának kint kellett volna maradni, ami azt jelenti, hogy csak 15-en lehet rajta átmenni. Nyilván az oka, hogyha véletlenül át lett állítva a váltó, vagy akár szándékosan, szabotálásból, vagy bármiből, akkor a mozdonyvezető azt időben észre vegye, ezért kell lassítani az őrizetlenül hagyott váltóknál. És ez egy úgynevezett nyilas tábla jelzi. És valószínűleg azért bontották ezt ki, hogy itt feleslegesen ne kelljen minden vonatnak lelassítani. Hát itt meg valaki tüzet lakott. Látszik, itt meg van pörkölődve a talfa, és hát mondjuk ezen a gazon azért kicsit nehezebb lesz majd átmenni. De ez már maga a delta vágány. Viszont innen már sokat javult a helyzet. Csak ezt az egy bokrot kellett kikerülni. Mert hogyha erre elnéztek, itt már látszik, hogy itt jól járható a vonal. De hát itt szerintem tarló égetés, vagy valami hasonló lehetett, mert itt megpörkölődött minden. Hát mindegy, egyenre haladunk tovább, aztán meglátjuk, hogy meddig járható, de szerintem innen már be lehet ezt járni végig. Nem hiszem, hogy innen már nagy gondot okozna. Viszont innen tényleg úgy tűnik, hogy itt volt pucolás az űrszelvényben, mert nincs annyi gaz, mint amire számítottam. Mert ezt a delta vágány gyakorlatilag az 50-es évek óta nem használják. Legalábbis amit találtam forrást, azt emlékezik, hogy itt nem is volt soha. Hát viszont a másik becsatlakozásánál valószínűleg volt egy olyan hely régebben. De szerintem már azt is elbontották. Az üzemelő fővonal és a nem üzemelő delta. Viszont itt ezt nézzétek meg, hogy teljesen fel van töltve itt már földel, tehát szóval nem látszanak a talpfák, a sínszalag is alig látszanak ki. Hát látszik, hogy ezt már régóta nem használták, viszont elméletileg, hát mondom elméletileg, ez még bármikor üzemképessé tehető, ugye sinek is megvannak, a töltés is megvan, meg a terület is megvan, tehát hogyha mégis használni kéne, akkor üzemképessé tehető, de hát kicsi rá az esély, hogy lenne értem, mert a nyereség az minimális, amit itt Kunszentmárton kikerülésével lehet nyerni. Sőt, tehát volt tulajdonképpen, hogyha mindenképpen ki akarnák akármilyen vonattal kerülni Kunszentmártont, az minimális időveszteséggel megoldható ott az Ölhelynél is, még a Tisza híd előtt egy menetirányváltással. És akkor se kell bemenni magára az állomásra. És hát alig tartana tovább, mint ezen a vonalon végig menni.
viszont az gyakorlatilag ingyen van, és nem kell költeni a helyreállításra, tehát ezért se tartom valószínűnek, hogy itt valaha még onnan fog járni. Előjöttem, és hát itt már meg szintén nyert a közút, annyira betemették itt sárral. A sinekház viszont megvannak, egy-két helyen kilátszanak. És hát itt tovább. Hát itt már kicsit rosszabb a helyzet, mint eddig volt, de még nem vészes, ez még járható. Itt már kilátszanak a talpák, sőt itt már betonaljas a pálya. Na ezt nézzétek. Az a delta vágány itt már azért eléggé benőtte itt a susnyás. Nem is volt egyszerű ezen végigmászni. Folytatódik egyébként tovább. Itt szintén ebből a gazba, de hát ez megint csak reménytelennek tűnik, viszont ez már a 146-os. Tehát én szerintem most szintén ugye idézőjelbe csalni fogok egy kicsit, mert ahelyett, hogy átverekedném magam ezen a gazon, szépen lesétálok a kiágazásig a 146-oson. Igazából egy olyan 50 méter van körülbelül, nem nagy dolog. És bizony ez már a 146-os vonal. És ez már a 44-es úti átjáró, ahol villogott a fénysorompós, és ez meg szerintem az egykori bakterház lehetett, amikor ott még teljes sorompós átjáró volt. Hát minket most igazából nem ez érdekel. Ott a kiágazás az megvan. A védőcsonkának a vége pedig valahol itt van, azt megmutatom majd, mert az is megvan még. És viszont ugyanúgy itt a váltót kiszedték, viszont a vágány megvan. Itt van a védőcsonka. Igen, és ott volt egykor a kiágazás, és itt volt a váltó is, tehát még az is látszik, hogy ahol a betonaljak helyett talpfák vannak, ott volt a váltó. Hát nyilván ugyanazért szedték ki, mint a másik oldalt, hogy ne kelljen feleslegesen lassítani. És nyilván itt, ahol maga a kitérő volt, itt volt talpfás a pálya. És egyébként itt 34-es sinek vannak, és ilyen régebbi lágyvas betonaljak. Ugye az egész 146 így épült. És hát gyakorlatilag ez a vonal, ez egy ilyen belső körgyűrűnek a része lett volna. Tehát Lakitelektől Kunszentmárton Szarvas gyoma az egyik fele. A másik fele pedig ugye Dunaföldvár, Solt, Fülöpszállás. Csak hát ugye nem épült meg pont a lényegi szakasz egyik oldal se, tehát innen Kunszentmártontól nem épült meg Szarvasig, legalább, mert utána még, hogyha gyomáig nem is épül meg, akkor már ugye meg lett volna legalább egy körgyűrű része, meg Fülöpszállás és Sol között se épült meg, ezért gyakorlatilag sose volt kihasznált egyik se. Viszont ez érdekes, az 50-es években még 34-es sinekkel építették meg, és betonaljakkal is. És egyébként minden állomás három vágányosra építettek, viszont úgy, hogy négy vágányosra bármikor lehessen bővíteni. De sajnos azóta fejlesztések ezen a vonalon nem voltak. Tehát, ahogy itt látszik is, hogy fatiplis betonaljak, a legtöbb helyen meg már ugye tartása sincsen, mert ugye a fatipli az gyorsan kirohad. Vagy hát, ha nem is gyorsan, de azért 50 év az elég rá. És hát a sinek is már kopottak. Meg ugye az ágyazat is bányakavics, ami mondjuk az olyan szempontból érthetetlen, hogy azért már az 50-es években is azért fővonalnál az erősebbeket használtak. De ez kohósalak és bányakavics, ami itt van. Úgyhogy ide mindenképpen egy teljes átépítés kéne, hogyha ennek a vonalnak még lenne jövője, viszont ez pont az a része itt Kunszentmárton, mert Lakitelek között a 146-nak, aminek igazából hát mondtam, hogy ki kell mondani, hogy nincsen, mert gyakorlatilag a legtöbb települést az jó messze elkerüli. Hát talán egyedül Csépa az, ahol még azért szó-szó, tehát ott jó helyen van. De például Tiszaugnál az állomás maga megállóhely is kiesik nagyon a falutól. Meg hát ugye a Szelevénynél is. Tehát itt azért elég komoly nyomon a korrekció kéne, és az meg sose térülne meg, mert tényleg ilyen pár száz fős falvakról van szó, esetleg Tiszaug egy picivel nagyobb. Ott talán még, talán 2000 is laknak, de lehet, hogy szerintem még annyian se. De hát ugye Csépa, Szelevény, meg ezek a falvak, ezek nem arról híresek, hogy ott
azért nagy lenne a népesség, tehát mondjuk a nyomvonal a korrekcióval közelebb is vinnék, akkor sem lenne számottevő utasforgalom. Hát hogyha megépült volna Kunszent, vagy a Szarvasig, akkor ott viszont már ott van Öcsöd, meg Békés Szent András, meg hát ugye nyilván Szarvas, ahol még lenne a vasútnak keresti valója, de ezen a környéken nem. Igen, és egyébként a pályasebesség, de majd errefele fogok szerintem visszajönni Kunszent Mátontól a Kitelekig. Hát egy olyan 30-as körülbelül. Tehát itt annál gyorsabban egyébként se lehet menni. Akkor nem csak, hogy a pályasebesség alacsony, de most már állomások sincsenek onnan, tehát Lakitelekig az összes állomás megszűnt. Egyébként régebben ugye majdnem minden, nem is nagyon volt, hát a Tiszaúti-Tiszahíd felszínt az egyetlen, ami megállóhely volt. Minden más az állomás, Szelevény, Csépa, Tiszaúk, Tiszasas. Azt hiszem, hogy hirtelen ennyi volt, de most azért nem nézem meg most a térképet, mert igazából nem lényeges a történet szempontjából. Tehát itt Lakitelekig úgy elmegy ezen a szakaszon, és ilyen alacsony pályasebességgel, hogy sehol nincsen kitérési lehetőség, de amennyi vonat erre jár, igazából nincs is értelme. És bővíteni a kínálatot se nagyon lenne, mert akkor se használnák többen, ez pont egy olyan mellékvonal, nagyon kevés ilyen van, de ez pont olyan, amit igazából nem érdemes fejleszteni, és el lehet engedni. Hát hajtánypályának viszont tökéletes lenne. Meg még arra is, hogy azért naponta egy-két vonat el zötyögjön rajta, hogy azért mégis meg egy minimális, tehát igazából szinten tartást, si munkákat bőven elég ezen elvégezni, hogy azért még egy BZ-vel végig lehessen rajta menni, meg esetleg mondjuk külön vonatokat lehessen ide szervezni, de hát ennyi. Ebbe több lehetőség nincsen ebbe a vonalba. Rábbis én innen úgy gondolom, aztán, hogyha másképp gondoljátok, akkor írjátok meg, de szerintem ez igazából, hogyha TGV járna erre, akkor se lenne utas. Egyébként itt van az előjelző, ez az elágazásnak az előjelzője, még a közös híd előtt. És látjátok, van a fénysodompónak egy előjelzője is, ugye ott van az átuditu, és még a régi telefonvezetékek is megvannak, és hát ugye egykori távíró, most már egy telefon, de hát ott az a póza is azért szépen kidőlt, viszont a kábel nem szakadt el, úgyhogy bírja. És ez pedig már a vonóvezeték is, ugye az előjelzőt ezzel kezelik. És ugye az ív után pedig már ott van az őrhely, és innen már látszik a 130-as vonal is. Akkor ez a vonalbejárás az itt ennyi is lett volna, itt le is lehet zárni. Most még vissza kell menni az állomásra, és a következő vonatot megvárni. De hát állomám lesz videó, mert ott már sok értekes dolog nincsen. Hát ez egy rövid bejárás volt, és igazából eredményes, mert az elta meg volt. Úgyhogy hát akkor itt le is lehet zárni, majd következő bejárásnál találkozunk, ami még nem tudom mikor lesz és hol. Ez is ilyen spontán ötlet volt tegnap, hogy akkor akár ezt is meg lehetne nézni. Menetrendet megnéztem, kivitelezhető, még korán se kellett hozzá kelni, úgyhogy igazából egyben volt minden, akkor már miért ne jöjjek el. És még rá is értem ma, úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok, majd legközelebb találkozunk.